Igen, bizony. Ezt kaptam az edzőteremben. Voltam ma edzőteremben, mostanában egyébként minden nap járok. De a Breck Fitnessbe, Nyíregyházán. És hát ugye ott voltam az öltözőterem, öltözőszobában, ugye öltözőben, így hívják öltöző. És hát így a zenét hallgattam közben, tehát már benne volt ugye a füles a fülemben. Már fel voltam öltözve, majdnem mentem be edzeni. Oda lép hozzám egy fickó, és így oda adja ezt így nekem, hogy tessék, nesze. Én mondom, hogy köszi. Aztán először azt hittem, hogy nem is az enyém, de aztán rájöttem, hogy végül is nekem szánta. Így rá van írva az, hogy azt mondja, hogy ez egy ingyenes termék, újra árusítani nem lehet. Ugye, free product, not for resale, csokoládé ízesítésben. És hogy én gondolom, hogy ez tulajdonképpen ilyen tömegnövelő szer lenne. És én azon mosolyogtam magamban, hogy én tulajdonképpen azért járok oda, hogy tömeget csökkentsek, tehát ugye én fogyni szeretnék egy olyan 10 kilót, akkor visszanyerném a régi alkatomat, ami hát jól, ha nem is modell szintű alakom volt régebben, de szóval nem volt ilyen pufi a fejem, meg hastályi környékén is vékonyabb voltam. Hát nem, mintha most olyan nagyon vészes lenne a helyzet, de szeretném visszanyerni ugye a formámat. Na mindegy, és itt mosolyogok most ezen, hogy tulajdonképpen ez hogyan kell használni. Valószínűleg úgy kell, hogy egy pohár vízbe bele kell szórni, mert ez egy ilyen por. Ez egy ilyen por van benne. 100% professional whey. Azt mondja, hogy aspartam free, tehát aspartam mentes. Magas biológiai tartalmú protein tartalmaz. Magas koncentrációban tartalmaz BCAA-t. Az nem tudom, hogy micsoda. Azt mondja, hogy hozzávalók, hát valamilyen filtermentes protein koncentrátum, ami tartalmaz beta-laktoglobulint, globulint, alfa-laktalbumint, lactoferrin fractions, tehát igen, azt mondja, flavors, tehát ízesítőket, igen, azt mondja, hogy hát itt fel van sorolva kb. 15 darab ilyen tipikus aminosav, profile, igen, tehát profil, tehát alamin, arginin, cisztin, glikin, hisztidin, ez a mindenféle ilyen cucc van, nem is tudom miért csinálom most ezt a videót. Csak úgy, beszélek a semmiről, úgy, ahogy sok videós szokta csinálni, leülök, aztán van valami téma, gyerekek. Na itt van, itt írja, figyelj, directions, útmutatás. Fogd ezt a csomagot 200 ml vízbe, tedd bele, vagy alacsony zsírtartalmú tejbe. Na most, mivel tejet nem iszok, ezért maradna a víz, de nem fogom ezt használni, mert én fogyni akarok. De egyébként most már csak kíváncsiságból, mindjárt várjál, talán hol van egy, nincs itt pohár. Na ebben van egy pici víz az alján, janás üveg. Most ezt fel fogom bontani, és mindjárt beleszórjuk, jó? Ezt leveszem a tetejét. Aztán, na, vagy oda megyek. Felbontjuk itt, figyelj. Itt van egy ilyen kis tépőkéje neki. Látod? Így? Júj! Hát, csoki illata van neki. Azt mondja, hogy itt van, látod? Figyelj, ott van a víz az alján. Most szórom bele, figyelj! Fúj, nézd milyen por! Megy bele, lehet látni? Júj, megy bele a por! Megy bele! Megy már bele! Hát igen, egy izében könnyebb lenne beleszórni. Hát egyébként csoki illata van neki. Várjál, na beleöntöm valahogy, figyelj! Úgyhogy ne szórodjon nagyon mellé. Így, nesze, így, igen, így. Na jó, elég volt ennyi, de már fele a gatyámra ment. Ja, csoki íze van. Fúj! Szeretem a csokit, de még így.
És akkor ilyen, ilyen trutyi. Hát tudod, ilyen trutyi. Nagyon étvágygerjesztő, ugye? Igen, pontosan arra emlékeztet engem is amúgy. Amire gondolsz, és ezt így meg szokták inni az emberek. És komolyan edzőteremben szoktam nézni az emberkéket, akik oda járnak, és hát mindegyik ilyen 120 kiló környékén kezdődik, vagy hát egy-két kivételtől eltekintve. És van olyan is köztük, akik ilyen nagy dagad disznó. Tehát hogy egyszerűen én nem értem, hogy, hogy ez miért jó neki, érted? Tehát hogy nekem ilyen, ilyen tokám lenne, meg háromszor ilyen széles lennék, mint most, akkor nem szednék ilyen szarokat, hanem akkor fogynék, mint az állat, érted? Na. Gondoltam, megmutatom nektek ezt, hogy legyen valami más videó is most már gameplayen kívül. Aztán szerintem ez megy a WC-be. Köszi, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!